Szeretettel köszöntök mindenkit a Bombonettinél, hazánk utolsó nagy csokoládégyárában, a Névi sajtótájékoztatóján. Ezen a sajtótájékoztatón két részben szeretnénk Önöket elkényeztetni mindenféle információkkal. Először némi prezentációkat hallgathatnak majd tőlünk. Akik esetleg minden információt tudnak, azok kóstolgassák addig a termékeinket. Akik pedig utána majd izgalmakra vágynak, akkor egy kis csoki gyár látogatást teszünk. Ott is lehet majd csokoládét kóstolgatni, azokat, amelyeket majd mi kijelölünk azokra a pozíciókra. Úgyhogy akkor ezen a sajtótájékoztatón először a Nébik részéről, majd Nébik nagyköveteitől hallunk információkat. Ezt követően egy picit a csokoládégyártás jelenleg aktuális számadatairól beszélünk, de én át is adnám akkor a szót Dr. Pleva György részére, aki a Nébik élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója. Először őt köszöntöttük bennünket, illetve prezentációját meghallgatjuk. Köszönöm szépen! Kívánok. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, először nem csak azért, amiért pedig én a legtöbbet, tehát le vagy őt vagyok a Nemzeti Élelmiszernek Biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatója, és mint ilyen az én feladatom, vagyis én és kollégáim feladata az, hogy a hazai élelmiszerekkel, takarmányokkal kapcsolatos ellenőrzési rendszer megszervezzük, és ennek a működését biztosítjuk a különböző lehetőségeink érvényesítésével, amelyek többek között továbbképzéseket, illetőleg a lakosságnak és a változókat szóló tájékoztatásokat és különböző információk átadását jelentik. Mai napon a hazai nagy hagyományokkal bíró hazai csokoládé gyártás egyik Pellegvárában tűnt, és egy nagyon kellemes gyárlátogatásban is készített részünk, éppen ezért szeretnénk erről néhány információt átadni Önöknek és a fogyasztóknak, hogy mire kell odafigyelnünk a csokoládé vásárlás során, mit érdemes tudni a csokoládéról, és mire kell figyelni, milyen minőségű és élelmiszer biztonsági hibákba tudhatunk esetleg bele a vásárlás során. Hát először is mik azok a kötelező elemek, amelyek a vásárlás során oda kell figyelni, hogy ezek a termékek és a rajtuk levő jelölés mindenféleképpen pontos információkat szolgáljon számunkra. Minden terméknek van egy fantázia neve, általában a vásárlónak a fantázia névnek a megtanulásával, megérzésével szokta a termékeket azonosítani, azonban minden esetben oda kell figyelni a termék pontos megnevezésére is, mivel a megnevezés jelenti azt, adja azt a töbletet, amivel a vásárló azonnal tájékozódni tud, hogy mit is vásárol meg. Hát egy fantázia név esetleg félrevezető lehet, ez a csokoládé esetében a megjelölésnél mindenképpen szerepelnék a csokoládé szónak, hogyha valaki jó minőségű terméket, igazán értékes terméket akar vásárolni, akkor biztos, hogy nem tejtáblát, vagy bevonó masszát, vagy ilyen jellegű termékeket fog a polcról választani. A fontos megnevezés ezen kívül tájékoztatást adhat azokról a plusz értékekről, amelyet a gyártó belevejtett a csokoládéba. Itt gondolok az úgynevezett dúsítóanyagokra, amelyeknek a minőség és mennyisége szintjén meghatározhatja a termék élvezeti értékét is. Például a mogyoró, a mazsola, a villás mennyisége és minősége is alapvető lehet ezekben az esetekben. A következő nagyon fontos információ, amit sajnos nagyon sokszor olyan apró betűvel találunk meg a termékeken, ami szinte alig olvasható, de mindenféleképpen figyelemmel kell lenni ezekre az adatokra is. Itt azt kell tudni, hogy az összetevők felsorolásában mindenféleképpen csökkenő sorrendben találjuk a különböző összetevőket, és ez az, ami alapvető információt szolgáltat arról, hogy miből is készült az a termék, amit el fogunk fogyasztani. A csokoládé ugye egy nagyon szigorú szabályozás alatt álló termék, ami meghatározza azt, hogy mennyi kakaó tartalomnak kell lennie minimálisan a termékben. Ugyanakkor deklarálja azt is, hogy az igazi csokoládéban nem lehet a kakaóvajon kívül más növényi eredetű zsiradék. Természetesen, mint minden alól is van kis kapu, ez a kis kapu azonban nagyon szűk, és a zsírtartalom maximum 5%-a látható ki csokoládé megnevezés esetén más növényi zsiradékkal. A kakaó tartalomnak a termék megnevezése és összetételi
arányai alatt mindenféleképpen megjelölésre kell kerülnie. Annyit érdemes tudni, hogy két csokoládé esetében legalább 35% kakaó száraz anyag tartalomnak, tejcsokoládé esetében pedig 25%-nak meg kell lennie a termékben, különben nem nevezhető a termék csokoládénak. De ahogyha a márkásabb termékeket figyelik a polcokon, akkor találkozhatnak 60-70, sőt 85% szárazanyagtartalmú termékekkel is. Ez adja a terméknek az egyik sajnálatos megnevezési kötelezettségét, hogy bár Magyarország egy nagyon nagy csokoládégyártási hagyománnyal rendelkező ország, ezeket a termékeket mégsem lehet magyar termékként, sőt hazai termékként sem jelölni. Ugye a kakaó az semmiképpen sem származhat Magyarországról, és sajnos mostanában már a cukor sem. A következő nagyon fontos dolog, amire figyelnünk kell, hogy az összetételek felsorolásban milyen dúsítóanyagokkal találkozunk, tehát pontosan meg kell adni a dúsítóanyagoknak, a magyarónak, a mazsolának, a grillázsnak a százalékos arányát, ami szintén a termék értékével kapcsolatosan fog tudni információt adni. És ugyanott a hátsó szekcióban meg fogjuk találni az adalékanyagok felsorolását. Itt külön kiemelném a allergén anyagok feltüntetését, ami sajnos a világban is elmondható, hogy egy nagyobb problémát jelent az allergiás hajlam, az allergiás megbetegedéseknek a terjedése. Viszont az élelmiszer biztonság is egyre nagyobb figyelmet szentel ezeknek a termékeknek, és pillanatnyilag mindenféleképpen meg kell nevezni az adott allergén adalékanyagot. Jövő évtől, jövő év végétől kezdve azonban ezt vastagbetűs kiemeléssel is kell jelölni, amit a gombolati termékén több mint már most így találunk. A következő fontos és nem elhanyagolható információ minőség megőrzési idő, hiszen a csokoládé azért egy olyan kényes termék, ahol a minőség megőrzési idő lejárta után, vagy helytelen tárolás során azelőtt is olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek a terméknek, főleg az esztétikai értékét csökkentetik. Mi ez a helyes tárolás? A csokoládéval kapcsolatosan nincsenek szigorú előírások, hogy milyen hőmérsékleti tartományban, milyen körülmények között kell ezeket tárolni. Általában a száraz hűvös hely van feltüntetve. Ez nem jelent pontos tartományt, ahogy mondottam, de általában azért a 16-21 fok közötti hőmérséklet és egy 60-70%-os páratartalom az, ami ezeknek a termékeknek a legkedvezőbb tárolását eredményezheti. A tárolás során, helytelen tárolás során keletkező hibák elég kellemetlenek lehetnek. Gondoljunk arra, hogy a kakaó vagy kiválást is sokan már nagyon súlyos hibaként ítélik meg. Itt szeretném megnyugtatni a fogyasztókat, hogy ez a kakaó vagy kiválás ez valóban nem penészesedés jelent, hanem a kakaó vajnak egy speciális tulajdonságából eredő kiigyekezését jelenti a csokoládéból, hogy úgy mondjam, és csak esztétikai problémát okoz. Viszont az, hogy a desszerteknél és a távolás csokoládéknál a behúzódó tart, illetőleg a meghajlott vagy megolvadt csokoládé mindenképpen az élvezet értéket is csökkenti. A névi, mint a teljes élelmiszerláncban jogosult és az előzős kötelezettségére bíró szerv az édességeket, a csokoládékat is ugyanolyan rendszerben ellenőrzi, mint bármelyik másik élelmiszer. A termékeknek a sajátosságainak, tehát a magas cukortartalomnak, a kis víztartalomnak köszönhetően ezekkel a termékekkel általában nem szokott problémák lenni, nem romlanak, nem romlékonyak, tehát semmiféle mikrobiális elváltozásra nem számíthatunk ezekkel kapcsolatosan, csak a már elmondott minőségi problémát szoktak felmerülni. Természetesen ennek ellenére minőség megőrzési idő után a fogyasztásukat semmiképpen nem javasoljuk. A különböző élelmiszerbiztonsági problémák közül is általában olyan problémák szoktak felmerülni, ami a külföldről érkező nyersanyagoknak a
helytelen kezelési eltávolással összefüggő, tehát itt például előfordul az, hogy növényvédőszer maradékot esetleg egyéb kémiai szennyeződést tartalmaznak ezek a termékek, de mivel az előállítónak Magyarországon egy nagyon erős minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkezni, ezek az ilyen tételek általában, sőt, tulajdonképpen minden esetben kiszűrésre kerülnek. Mégis néhány hiba okot elmondanék azért, amik előfordulnak.